A Jászberényi rendőrök tudomására jutott, hogy egy Jászladányi férfi feltehetőleg új pszichoaktív anyagnak minősülő szerrel kereskedik, és ezer forint per pakkáron látja el a helyi fogyasztókat az illegális és nem utolsó sorban egészségre veszélyes szerrel. Egy összehangolt akció keretében a Jászhanykon Szolnok vármegyei nyomozók, a Tisza Megtó bevetési erői, valamint a Jászberényi rendőrkapitányság munkatársai kutatást tartottak a 39 éves férfi lakásán, melynek során több mint 150 gram kábítószer gyanúját keltő anyagot és ezek mérésére, adagolására alkalmas eszközöket foglaltak le. A férfit előállították a rendőrségre, ahol a nyomozók új pszichoaktív anyaggal visszaélés büntet, megalapozott gyanúja miatt, gyanúsítottként kihallgatták, majd őrizetbe vették és letartóztatására tettek előterjesztést. A kutatást biztosító rendőrök a munkavégzés során azt tapasztalták, hogy egy személygépkocsi behajt az utcába, és megáll a kényszerintézkedés szenvedő háza előtt. Igazoltatni akarták a sofőrt, azonban a járművezető hátramenetbe kapcsolt, és nagy sebességgel tolatni kezdett. A manőver nem sikerült, és az utca végén a gépjármű az árokba hajtott. Ekkor intézkedés alá vonták a 36 éves sofőrt, és vele szemben alkoholszondát alkalmaztak, mely a kifújást követően pozitív értéket mutatott. A férfit előállították további mintavételre, és járművezetés itt a állapotban védség megalapozott gyanúja miatt büntető eljárást indítottak vele szemben.